A bölcsődei gondozónők Nyitni kék kórusának vidám dalaival nyitották az ünnepséget. Az intézmény 40. születésnapja 2019. szeptemberében volt, a multidéző összejövetelt azonban mostanra szervezték meg. Polyák Mihályné, az intézmény vezetője elmondta, ő is itt indult pályakezdőként. Én itt voltam pályakezdő, és visszatekintve nagyon rövidnek tűnt az idő. Mikor kimondjuk, hogy 40 év, az borzasztó hosszúnak tűnik, de nagyon nagy örömmel tölt el, hogy látom a fejlődést, és hogy nagyon sok olyan szakemberrel dolgozhattam együtt, akiktől tudtam tanulni, illetve nagyon sok fiatal kolléganőnk van, akiknek mi tudjuk átadni most már a szakma fortéjait. A Jósika úti bölcsödébe jelenleg 100 kisgyermek jár, a bölcsi vezetősége azonban nem csak a kicsikkel törődik, korábban felnőtt képzéseket és oktatásokat is szerveztek az intézményben, most pályakezdőknek biztosítanak gyakorlati helyet. A 80-as évektől ez a bölcsöde módszertani bölcsöde, ami azt jelentett, hogy először megyei szinten, majd később az Észak-Alföldi régiónak volt módszertani bölcsödéje, van továbbképző termünk is, tehát itt folyamatosan bölcsödei szakgondozó képzések voltak. Jelen pillanatban is nagyon sok kisgyermeknevelő hallgatónak adunk gyakorlati lehetőséget, és ez azért is fontos, mert hogy szakemberektől tanulhatják meg a szakma fortéjait. Az ünnepségre ellátogattak régi bölcsödei gondozók is. Hegedűs Gyöngyi például már több mint 30 éve a szakmában dolgozik, elmondta, a gyermekek jelentősen önállóbbak, mint régen. Ugyanúgy mások, mint a világ körülöttünk, ahogy változunk mi is, ők is változnak. Sokkal több inger éri őket, sokkal bátrabbak, sokkal önállóbbak. Az öntudatuk is nagyobb természetesen, de talán ez nem is baj, mert a megváltozott világhoz változnak ők is. A Jósika úti bölcsöde 1979-ben a Nemzetközi Gyermekévben nyitotta meg kapuit. Az intézménybe a kicsiket 20 hetes kortól várják, és harmadik életévük betöltéséig gondozzák.